Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, az Életteret látják. A Magyar Állami Operaház 2013 őszén indította útjára az Opera Nagykövete programot. A köznevelési intézményeket és zeneiskolákat érintő országos művészeti rendezvénysorozat keretében december 2-án Pitti Katalin Lisztdíjas érdemes művész operaénekes tartott különleges énekórát a Bánaladár Általános Iskolában. Az, hogy én itt vagyok, az annak köszönhető, hogy a mi igazgatónk, az én igazgató bácsim, az Magyar Állami Operaházban, akit Ókovács Szilveszternek hívnak, ő kitalálta azt a csodálatos programot, hogy hogyan tudnánk arról számot adni, hogy mi miért választottuk ezt a hivatást, illetve mi szépséget lelünk benne, vagy mit találunk fontosnak, amit veletek megosszunk. A Zeneakadémia és az Operaház közös kezdeményezésének célja, hogy a fiatalok körében népszerűsítsék az opera műfaját. A tanítás mellett Pitti Katalin országjáró körúton tart előadásokat, ahol szeretné megmutatni a diákoknak, hogy azokon a zenéken kívül, amiket ők hallgatnak, más stílusok is léteznek. Ennek eredményeképpen az opera, a zenei előadások és a balett műfaja szélesebb körben ismerté válik az ifjúság körében. Pitti Katalin, Lisztdíjas, érdemes művész, operaénekes, bevonta az érdeklődőket az interaktív énekórába, együtt beszélgetett a gyerekekkel a zene fontosságáról. Operát mindig olyan dologról írnak a zeneszerzők, amivel nagyon-nagyon nagy személyiségek, nagy esetleg történelmi személyek, vagy nagy családoknak az ellentétéből, vagy nagy szerelmes párok egymás felé törekvéséből, hogy hogyan is lesznek ők majd együtt boldogok, és kik gátolják azt, hogy ők azok legyenek. Ez a tanóra, ez most a Magyar Állami Operaház jóvoltából penderedik ide, és azáltal, hogy a Magyar Állami Operaház kiírt egy pályázatot operaénekeseknek, karmestereknek, baletteseknek, aztán a kórusban vagy a zenekarban lévő művészeknek, arra a témára, hogy mi, akik az életünket erre a pályára és erre a színházi életre áldoztuk, vajon hogyan tudunk vallani arról gyermekeknek, mit találunk fontosnak, amiről beszéljünk a gyermekeknek, hogy ezt a műfajt a lelkükbe hát befecskendezzük, ahogy Kodály mondja, fertőzzük meg őket, és ez lesz majd a narkójuk. Úgy legyen, hogy a zene és az éneklés szépsége, lélek emelő mi voltja, mint ahogy az agytudósok is kimutatták, tehát tudományos szinten is, ha énekelünk, akkor az életenergiáink sokasodnak. Én szívem, lelkem hozom ide a gyerekeknek, tanítok én is a Szombathelyi Egyetemen vagyok docens, a Budai Művészházban tanítok, Botka Valéria és Csányi László valamikori otthonában, és tanítok a Tatai Zeneiskolában, ez minden heti menetem, és ezek mellett koncertezem, illetve a nagykövet előadásokat csinálom. Rendkívüli öröm számomra a gyerekeknek erről a műfajról beszélni. Eddig most már azt hiszem lassan a 80. előadásnál járok, és a legkülönbözőbb korosztályokról csak azt tudom mondani, hogy tátott szájjal, pengeéles csendek vannak. Nagyon-nagyon-nagyon szép előadások és szép találkozásaim vannak a legkülönbözőbb korosztályokkal. Pitti Katalin elmondta, az Opera Nagykövete program az Operaház főigazgatójának, Ókovács Szilveszternek az ötlete, és azért zseniális, mert a személyes kontaktus által mindannyiunkban hamarabb létrejön egy kötődés valamihez, így az operához is ennek a programnak a keretében. Az Opera Nagykövete programot egy missziós feladatnak tekinti, melyet nagy szakmai alázattal, szeretettel szolgál, fogalmazott a művésznő. A rendhagyó tanórán milyen program lesz? Ebben a tanórában elsősorban a dal, a vers és dal kapcsolata, illetve a dráma és az opera, a zene, zenei dráma, tehát a zenével kibővült dráma, amiből végül is opera lesz, erről lesz szó, illetve ennek a története nagyon nagy léptekben, ami a gyerekek számára fogyasztható, és valójában arról is lesz szó, hogy mi is a mi hangadó szervünk, hogyan szólaltatunk meg egy hangot, mikor szép egy hang, és mitől nem a szép, és egyáltalán, hogy az operákat ugye nem a bodzabokor szépségéről írják, hanem lelkek, nagy személyiségek, nagy lelkek összeütközéséből, vagy harmóniára törekvéséből az élet
nagy dolgairól írják az operákat, amelyekből mind tanulunk, hiszen a színház maga az azért lett kitalálva az ókortól mai napig, az ókori görög társadalomban is a színház, az beletartozott a társadalom nevelés, társadalom tagjainak nevelési eszköze volt. A színházban mindig valami rendkívüli élményre vágyunk, és bízunk is abban, hogy akik ott a színpadon vannak, azok nekünk ezt majd biztosítják, illetve elkapják a mi lelkünket, és adnak nekünk olyat, amit soha nem felejtünk el, és ami tényleg elkíséri napjainkat, és bármikor rá gondolunk, ugyanazok az érzések és gondolatok meg fognak támadni minket magyarán, és valahol egy tájékozódási pontot is adnak, mert ezekből az előadásokból vesszük ki az ideáljainkat, akihez szeretnénk hasonlítani, vagy azt mondjuk, hogy úristen, hogy az micsoda egy szemét alakna, olyat nem szeretnék látni a közelembe. Tehát ugye az embernek véleménye lesz minden szereplőről, minden a darabban lévő húsvér emberfiguráról. És nekünk előadó művészeknek pedig az a dolgunk, hogy a kottalapokból, a papírból húsvér emberfigurákat teremtsünk a színpadra, olyanokat, akikkel bárhol találkozhatunk, hiába más századokban írták azokat a darabokat, az ember mióta van a földön, meg amíg lesz, ugyanolyan erényei és hibái vannak mindannyiunknak, és ebből mindig tanulunk. Ha az előadó művésznek sikerül a mű legmagasabb szintű lényegét közölni a hallgatósággal, a néző azonosulni tud a szereplővel, és könnyekig meghatódik, mert a lelke legmélyét találja el, az előadott darab mondani valója, emelte ki Pitti Katalin. Tehát az alkotás az egy olyan összetett dolog, hogy ugye amúgy is a beszédnek megemelt módja az éneklés. Tehát ha valaki ezt átemelve egy másik dimenzióba teszi, mindenki számára érthető, és azáltal a művész is megemeli magát, meg azokat is megemeli, akik hallgatják. Ez egy ilyen csodálatos körforgás. Pitti Katalin előadásaiból felvételeket is levetített, így közelebb hozta az opera világát a gyerekekhez. A művésznő saját karrierjéről és példaképeiről is beszélt. Látjátok, itt képek vannak kint. Ezek mind szerepeimből fotók. A Pamina, a Varázstuholából, Faust Margit, Bolein Anna, aztán a Desdemona, a Manon Lescaut, a Pillangó kisasszony, a Traviata, a Melinda. Ezekben a jelmezekben vannak ezek a fotók. Látjátok, hogy itt berendeztem nektek egy színházi öltözőt. Ugye a tükör az elengedhetetlen, mert ott nézzük, hogy most hogy teszik rád azt a koronát, vagy hogy fésülik a hajadat, milyen fejdíszt kapsz, imakönyv, imalánc, mert ez is használatos ám minden, sok-sok darabban. Virágot majdnem mindig kapunk, itt van a kotta, aminek nem a tartalmát kell ám elmondani, hanem hangról hangra. Ennek az Opera Nagykövet programnak mi lehet a sikeressége? Az, hogy a gyerekek majd az életükbe szívesen hallgatnak operát, és hogy elmennek az Erkel Színházba, hiszen végül is azért is jött létre, mert az Operaház az két színházban működik, ugye az Ibl palotában, az Andrássy úton, és az Erkel Színházban. Az én hőskoromban is így volt, akkor is mind a két színházban volt zenekar és kórus, és most az a cél, hogy ide újra kineveljük azt a gárdát, akik szívesen járnak majd színházba, és akár három gombóc fagyi árából, mert ma már itt tartunk, el lehet menni egy színházi előadást megnézni, és akkor, ha már egy közösség, egy iskola szervezi meg, akkor lehet, hogy egy önkormányzat, vagy egy egyesület, valakik segítenek abban, hogy egy busz szervezzenek, és nem csak a diákoknak áll ez a lehetőség, hanem idős nyugdíjasoknak is, akik szívesen mennek akár a diákokkal együtt. Tehát, ha már megy mondjuk két busz föl egy előadásra, akkor legyen az tele. Valami ilyesmi. És valójában azt gondolom, hogy tényleg a zene, a műfajok közül, az előadó művészetek között, hát az opera a legmagasabb szintű műfaj, a legösszetettebb műfaj, inkább talán ezt mondom. Annyi mindent kaphat egy ember egy előadásból, hogy tényleg a lelke mindig tele tud lenni attól, ha csak rá gondol. Az, hogy azt a szót, hogy szeretlek, hát hányféleképpen lehet elmondani? Azt mondom, hogy szeretlek, nem tudod? Vagy azt mondom, szeretlek. Hát szeretlek te! Szeretlek. Ó, hogy
tartalom, és ezzel lehet játszani egy-egy érzelmet, amit szavakba forgalunk, megnézni, hogy hányféle töltéssel lehet elmondani. És valójában ez arról szól az életünkben, a zene, az összes művészetek közül az egyetlen, amire azonnal odafigyelsz, mert hallod, hogy jé, itt valami zene szól, ott valaki énekel. Mert lehet, hogy egy képzőművészeti alkotás mellett elmész végig, mert sietsz és stb. Rohanni kell, és nem is eszedbe se jut, hogy oda nézzél. Egyszer messziről jössz, és süt a nap, és nézed annak a háznak a tetejét, a homlokzatát. Úristen, hogy ez milyen gyönyörű! És eddig nem vetted észre. Velem ez sokszor előfordult. Veletek még nem? De. És ugye? És akkor az ember úgy elbámul rajta, hogy milyen gyönyörűen van megcsinálva, és ott egy figura, milyen díszítések rajta. Milyen gyönyörűek az elkélyek esetleg, ugye? Aztán így vagyunk sokszor egy-egy szoborral is, hogy megyünk az utcán, és észre se vesszük, mert szintén szaladunk, rohanunk. Máskor meg olyan csodálatos, azt mondom, hogy hú, ezt most körbe kell járnom, egy kicsit jobban megnézzem, igaz? És akkor az ember megint elidőzik. Az opera nagykövetek személyes kapcsolattartói, szerepet vállalnak az iskolákkal, figyelemmel kísérik a növendékek fejlődését, tanácsaikkal segítik őket, emellett a különleges tehetségekre is odafigyelnek. Az elmúlt hétvégén Inotán, illetve Várpalotán is meggyújtották az adventi koszorú második gyertyáját. December 6-án az Inotai adventi ünnepségen elsőként Borbé Zsuzsa, a faluház vezetője szólt a gyerekekhez, melyben a Mikulás történetéről beszélt. Képzeljétek el, hogy ennek a Miklós püspöknek a szomszédjában lakott egy szegény ember. A szegény embernek volt 3 lánya, de olyan szegények voltak, hogy nem tudta őket férhez adni. Hiába volt kérőjük a lányoknak, nem tudta férhez adni, mert nem volt pénz a lakodalomra. És ki gondolta ez a Miklós mester, hogy ő bizony segít neki. És képzeljétek el, hogy 3 egymást követő éjszaka egy kis erszénybe pénzt rakott, és sötétben, amikor már mindenki aludt, betette az ablakokon nekik ezt az erszénybe a pénzt. És annyira örültek neki, hogy férhez tudtak ugye menni, hogy elmesélték mindenkinek, barátainknak, szomszédainknak, ismerőseiknek, és úgy elterjedt ez a történet, hogy azóta is fönnmaradt, és miután már meghalt a Miklós püspök, még azóta is tovább mesélték ezt a történetet, és ezért van, hogy a mi Mikulásunk is december 6-án a jó gyerekeknek hoz ajándékot. Az adventi koszorú második gyertyáját dr. Zsednai Józsefné evangélikus lelkészasszony gyújtotta meg. Kár lenne nem észrevenni őt, kár lenne elmulasztani ezt az áldott lehetőséget a vele való találkozásra. Meggyújtom most a 2 gyertyát, és közben kívánok mindenkinek ma estére örömteli együttlétet, adventre meghitt békés időszakot, és aztán majd áldott és valóban Krisztus közeli karácsony. Az est további részében a Katica Bogárka csapat interaktív zenés műsorral szórakoztatta a gyerekeket. Szivárvány, király, jó ország, fogadnám, irányod érkezik.
Advent a karácsonyt megelőző várakozási időszak, melyben Jézus eljövetelét, megszületését várjuk. A 2014-es városi advent második vasárnapján dr. Zsednai Józsefné evangélikus lelkész osztotta meg ünnepi gondolatait, majd gyújtotta meg az adventi koszorúk következő gyertyáját. Beszédében hangsúlyozta, az adventi várakozás idején a terheinket tegyük le, egyenesedjünk fel lelki téren is, és ne a gondokkal foglalkozzunk. Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok. Adventben, karácsony közeledtével hajlamosak vagyunk arra, hogy egyre több terhet magunkra vegyünk. Hogy még ezt is meg kell csinálni, még azt is meg kell szervezni, még azt is meg kell sütni, még ezt meg azt az ajándékot meg kell venni, és elfelejtjük felemelni a fejünket. Advent második vasárnapja még időben figyelmeztet, hogy le lehet tenni a terheinket. Nem fölvenni kell, hanem letenni. Minden, ami megakadályoz minket abban, hogy az ünnep öröme elérjen minket. Le lehet tenni a terheket, és aztán a terhek alól megszabadulva felegyenesedni, lélekben is felegyenesedni, és felemelni a tekintetünket, hogy ne azt a sarat meg esővizet lássuk, amit most is, ahogy idefelé jöttünk, hanem lássuk a fényt, azt a reménysugarat, ami megváltunk küld felénk. Lássuk a világ világosságát, aminek az adventi gyertyák is a jelképei, és lássuk, hogy a karácsony az nem egyszerű születésnap, ami évről évre elmúlik a családtagoknál is, meg Jézusnál is, hanem olyan ünnep előtt állunk, amiben igazán közel tud és akar jönni hozzánk a világ megváltója. Egy ilyen gomisz gyerek! Ő lenne az én utódom, de sajnos ebben nekem nincs beleszólásom. A gyerekek ezen a hétvégén várták a Mikulást is, így a rendezvényen a Szegedi Miniszínház kíséretében látogatta meg az apróságokat. Arra kérem a nagy rész szarvas szellemet, hogy adjon nekem sok türelmet, hogy nehogy felpofozzam ezt a gyereket. Á, megvan! Még hogy nagy könyv. Mi? Biztosan egy törpe írta. Azért nagy könyv van eve, mert hatalmas az ereje. Jó, értem már. Na, ezt nem gondoltam volna. Olyan pici a fejed, nem hittem, hogy fér bele valami. Na, mindjárt elvarázsolnak. Jaj, de félek, béka!
inkább figyeljetek rám, mert nagyon nagy baj történt. Pupos virgács, a gonosz Krampusz ellopta a varázsköpenyemet, a láthatatlanná tévő varázsköpenyemet. Bizonyára azért, mert kirúgtam őt, mikor megtudtam, hogy lopkodja a gyerekek ajándékát. Ezért én most megyek, és utána járok ennek a Krampusznak. Ti pedig, Ati, ügyesek legyetek, Falkó, te pedig olvasgasd a varázskönyvet. Szervusztok, és ne veszek egyet. Sosem látotta. Falkó, ez aztán nagy szemű élet lesz. Te leszel a Mikulás, és rengeteget fogunk utazni, mindenki szeretni fog minket, és tapsolni nekünk. Nekem gyönyörű szép ruháim lesznek, és a Kufnángel nagycikát megeheti az irigység. Na jó, de figyelj csak, Piroska, ez ugye a nagy varázskönyv. Hát nem is a nagy szakácskönyv. Na de ez a varázskönyv tele van mindenféle varázslattal. Mert mit tudtél? Mazsola van benne? Akkor neked erre semmi szükséged! Segítség! Segítség! Az bizony most rád fél. De hol van? Hol? Hát itt! Mindjárt kiszúrom a szemedbe! Ne! Inkább add vissza a könyvemet! Már miért adnál vissza? Hiszen erre neked már semmi szükséged. Hiszen úgysem te leszel a Mikulás! Hát kicsoda! Kicsoda, kicsoda! Hát én! Ki vagy te? Na figyelj! Ha én leszek majd pöttön futoly, tőlem retteg minden tudó, megszerzem az ajándékot, segész tapcsa kustákodok! Ír gumburgum tollas medve, varázsolni van ma kedve. Fussál! Aztán essél térdre! Segítség! Ezzel a kölyökkel megvolnák, és végre megszereztem a varázskönyvet is, és a varázsköpenyt is. Ebben biztosan van egy-két varázslat, amivel félreállítottam ezt az öreg vég Mikulást az utamból. És végre én leszek majd a télapó. És ti? Nem kaptok ajándékot, mert elteszem mindent magamnak. Na, keressük is meg ezt az öreg Mikulást. Állítsanak már meg! Mit akarsz? Elmesélhetem
kirándulni, mondjuk, ha már jött a parfum. Hát csak kezdik. Vigyázzál akkor rá, jó? Aztán pedig egész nap heverészni fogok, és a... Még törpe, adod ide. Vigyázzon rá, inkább ad vissza, jó? Hova mész el? Nuszi, fülse rá ide. Gyere, ne! Mit gondoltál? Azt hiszed, hogy megijedünk tőled? Na ide figyelj, szürke sapkátok, add ide. Nem adom. Inkább majd felolvasok neked ebből a szép könyvből valami meg. Na, az megyek a bátor, add ide, gyere ide. Kedves nézőink, az életteret látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is. További szép estét kívánok. Viszontlátásra!